Kedves nézőink, mai napon lencseleves fogunk főzni fogollyal. Először is fogjuk a foglyot, külsejét besózzuk, beborsozzuk minden oldalról, belsejét is nyugodtan, lehet nagyon kellemes ízű. A fogoly legnagyobb súlya körülbelül fél kilónyi tyúk családjába, fácánfajtába tartozik. Fogjuk, beletesszük a serpenyőbe, és a serpenyőt egyből betesszük a sütőbe. Húsz-harminc percig szoktuk elősütni a foglyot. A levesbe még beleteszünk sertéscsontot, hogy markánsabb legyen a levesnek az íze. Fogjuk a lencsét, a beáztatott lencsénket. Hozzáadjuk a fűszereket, babéllevél, bors, megborsozzuk egy kicsit, ízesítjük sóval, és teszünk bele egy picike paprikakrémet, kis torna jelleggel, és hozzáadjuk az elősütött foglyunkat, és elkezdjük főzni. Közben a megtisztított zöldségeket felvágjuk, fölaprózzuk és hozzáadjuk a levesünkhöz. Most kimondottan ilyen negyedekre fogjuk felvágni a zöldségeket. Nem baj, ha minél több fajta zöldség van, teszünk hozzá sárgalépát, petrezselyem gyökeret, zellert. De hogyha véletlenül valaki nem tud hozzájutni fogolyhoz, nem probléma, mert akkor nyugodtan lehet csirkéből, galambból, vagy mostanában már lehet kapni fűrjet, tisztított fűrjet, azzal is ugyanolyan finom lesz, és egy nagyon kellemes ízt fogunk kapni. Tudunk beletenni egy pár darab zellerszárat, illetve zellert. A-vitamin tartalmaz, nagyon kellemes. Amikor kint voltam Kazaksztánban egy vadászaton, illetve főzésen, olyan érdekes volt, hogy azért ott megvannak ezek a madarak, csak összegyűjtik őket télire, és egy nagyon meleg helyen szokták őket tartani, és csak tavasszal engedik ki újra, addigra fiókák születnek, és próbálják így a fajt fenntartani. Nagyon kellemes íze van. Megvárjuk, még összefőznek az ízek, pár pillanat, és utána tudunk vele haladni. Megfőtt a foglyunk, kiemeljük a levesből, illetve a csontot is, a sertéscsontot is, amit beletettünk, félretesszük. Közben elkészítjük hozzá a fokhagymás ízt, csodálatos füstölt szalonnát. Felkockázunk, és zsírjára olvasszuk, és ebben a zsírban pedig apróra vágott fokhagymát fogunk megpirítani, és hozzá fogjuk önteni a leveshez. És most jön az, hogy nem rántást és habarást fogunk, hanem a saját anyagát fogjuk, mint sűrítő anyagot alkalmazni ennél a levesnél. Lével együtt szedünk bele, fogjuk a tetőt, rátesszük, hogy ne csapjon le bennünket. Pár pillanat alatt meg is van, leemeljük. Itt a saját anyagával történő sűrítés, szépen leturmixoltuk, egy pépet készítettünk, nem habarást, illetve nem rántást alkalmazunk, hanem hozzáadjuk.
Most pedig össze fogjuk vágni a fokhagymát. Összevágjuk, összeaprózzuk, visszatesszük a szalonnához. Egy pár percig. Átsütjük. És elkészültünk a fogolylevessel. A lencsé befőtt fogollyal. Mindenkinek jó étvágyat kívánok hozzá!